Sziasztok, köszöntélek téged ebben a videóban, amiben itt vagyok a Bécsi Vörösvári úton. Ez egy ilyen évzáró kihívás lesz, amiben innen el kell jutnom a Bécsi úttól a Békásmegyer hívállomásig, 160-as busz nem használva. Itt az az egyes villamos, ezzel el fogok menni a Szentlélek térig, onnan pedig egy hévvel, nájutassal, ugye a Békás, ugye a Békás mögé. Eléggé könnyűnek hangzik, a menetrend inkább egy ilyen visszatartó, úgyhogy szálljunk is föl, az órátokkal indítom majd el, amikor ő elindul a villamos. Elindítottam a stoppert. Ott van, 14 másodperce megy. És akkor most nézzük, hogy mennyi idő alatt tudunk innen Békásmegyerre érni. Üdvözöljük utasainkat! Minden kedves utasunknak boldog új évet kívánunk! A következő megálló Óbudai Rendelőintézet. Az ajtunk a bal oldalon nyílva. Óbudai Rendelőintézet. A következő megálló Blórián tér. A következő megálló Szentlélek tér hívállomás. Átszállhatnak a 3-ös hívre. Megérkeztünk Szentlélek térre. 4 perc múlva megy a Békásmegyeri hév. Szerintem azt még el fogjuk tudni érni. Rohanunk. Szerintem sikerülni fog. Ha csak nem karambolazunk. Mondjuk azt reméljük, hogy nem fog megtörténni. Úgyhogy majd felveszem, hogy megjön a hév. Itt vagyunk a hév megállójában. Azt elfelejtettem mondani, hogy most járunk. Hat perc, hat. Nem látszott valami jól. De szerintem meg lesz, mert Békás Magyar innen olyan negyed óra. Hát, az tíz perc. Ilyen, Jézusom, 22 perc alatt leszünk a Bécsi úttól. Úgyhogy akkor felveszem.
tetszik valami túl jól, melyik van ez a hollat. Bemondással valami baj van. Mindjárt kaszásgyűlő megállóhelyre, ami állomás egyébként. Belittő három vágány van. Az a Batthyány tér felé menő oldalon. Van az a plusz egy vágány. Mert az ugye a Szentendre felé menő oldal. Most tartunk nyilván. Mikor jutottunk a kamerát? 15 percnél. Még van 15 perc. Nem sikerülni fog.
Most már csak csillaghegyes békes magyar. Ez a zaj. Csillaghegy megálló helyet. Innen egy olyan 3 perc békás megyen, mivel itt eléggé lassan tud menni Békásmegyer váltó körzetében. Ugye vannak olyan szerelvények, ez is az, ami nem megy el Szent Imreig, csak Békásmegyerig. Hát olyan 2 perc, 3 perc. A következő megálló Békásmegyer. The next station is Békásmegyer, where this train terminates. Ott itt fog jönni. Jó kis régi jegyűkasztó. Nincs olyan távol. Hát, de... Most tartunk úgy 20 percnél, 21 percnél. Valószínűleg sikerülni fog. Nem már nincs túl nagy, túl sok akadálya. Békásmegyeri lakótelep. Valami volt régi szolgálati ház. Rég jártam Békásmegyeri hívállomásán. Szintén egy váltó körzet. Na, érkezünk. Előttő középperon van. Igen, ott van már a peron. Nagyon nem lehet látni. Ott a 243-as busz. Az ajt. Az ajt. Munka bal oldalon nyílnak. Nézzük. 22 perc. 22 perc, 20 másodperc. Hát, ez sikerült. Én örülök neki. Megvárjuk, amíg elmegy. De mindenki lesz már, zárja az ajtókat. Remélem tetszett nektek ez a videó. Én Bonca voltam. Sziasztok! És boldog új évet!